Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió február 24-i pénteki hírműsorát láthatják. Nézzük a mai nap legfontosabb híreit egy-egy mondatban. Városi megemlékezést tartott Sátoraljaújhely önkormányzata a kommunizmus áldozatai emléknapján. Ma Sárospatakon városi ünnepség keretében emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Sátoraljaújhelyen hétköznapokon is folyamatosan kezelik a hóágyúzott kettes sípáját. Munkáltatói fórum zajlott Sárospatakon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal szervezésében. Megemlékezés zajlott Sátoraljaújhelyen a kommunizmus áldozatainak tiszteletére. A megemlékezés a római katolikus nagytemplomban kezdődött, ahol a történelmi egyházak képviselői imát mondtak az áldozatokért, majd az áldozatok Kossuth téri táblájánál folytatódott. Az emlékünnepség az 5. István katolikus közgazdasági és informatikai szakközépiskolában Józsa György emléktáblájánál zárult. A kommunizmus áldozatairól 2001. február 25-e óta emlékeznek meg országszerte, így Sátoraljaújhelyben is. Emlékeztetőül és figyelmeztetőül a korszak történéseire és a tanulságok levonására. Sátoraljaújhely város önkormányzatának emlékünnepsége a római katolikus nagytemplomban kezdődött, ahol a történelmi egyházak képviselői imát mondtak a korszak áldozataiért, s ahol Damjanovics József, görög katolikus parókus mondott emlékbeszédet. Az ő életükből is keveset tanultunk, mert az életüket eltitkolták előlünk, mint ahogy a halálukat is. Mennyi feltáratlan sír, mennyi ki nem mondott gondolat, mennyi le nem írt életrajz rejtőzik még mögöttünk, amiből tanulhatnánk, csupán azért, hogy valóban ne kövessük el még egyszer azokat a bűnöket, amelyeket ember ember ellen el tud követni. A templomi megemlékezésen az emlékezők virággal tisztelettek Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros, Magyarország herceg prímása emléktáblájánál. A nagy templomból a megemlékezők az áldozatok Kossuth téri emléktáblájához sétáltak, ahol dr. Szuperák Mária Európa parlamenti asszisztens osztotta meg emlékező gondolatait, kiemelve a magyarok helyzetét Szlovákiában. A múlt század 70-es éveiben megkezdett nyílt asszimilációs nyomás a rendszerváltástól függetlenül folytatódik. Még a szókincse az érv rendszeresen változott. Talán csak annyiban, hogy az 1989 előtt a proletár internacionalizmus nevében kellett volna beolvadnunk, hogy jó állampolgárok legyünk, most meg a multikulturalizmus nevében követelik tőlünk ugyanezt. A Kossuth téri emléktábla megkoszorúzását követően az emlékünnepség az 5. István katolikus közgazdasági és informatikai szakközépiskolában Józsa György emléktáblájánál zárult. Itt Kracson Norbert önkormányzati képviselő mondott beszédet. Józsa György fiatal felnőttként vett részt a forradalom újhelyi eseményeiben. Még nem volt 24 éves sem. Úgy hiszem, hogy ifjúként hitt abban, hogy amit tesz, az Magyarország és városa életében egy olyan visszafordíthatatlan folyamatot indít el, aminek a végén a diktatúra béklyóiból megszabadulva egy szabad, demokratikus országot építhetünk fel. Ő is, és sokan mások sem gondolták azonban, hogy reményteljesen induló forradalmunk ilyen rövid idő alatt vérbe folytják. A forradalmat a szovjet birodalom segítségével leverték, és következett a megtorlás, amit a hatalom kíméletlen, szisztematikus módon hajtott végre. Sátoraljaújhely város önkormányzatának megemlékezése Józsa György emléktáblájának megkoszorúzásával zárult. A sárospataki polgármesteri hivatal falán található emléktáblánál emlékezett meg a város lakossága a kommunista diktatúra áldozatairól. A megjelenteknek Dobai Béla gimnáziumi tanár mondott emlékbeszédet, felidézve a helyi vonatkozásokat is. Kötelességünk feljegyezni a 20. század bűneit, és biztosítani, hogy azok soha nem ismétlődhetnek meg. Ezekkel a gondolatokkal kezdődött el Sárospatak város önkormányzatának a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezése.
Galgóczi Árpád Zsarnokság és Szabadság című versét Földházi István mondta el. Egy részlet következik. A zsarnokság, zsarnokság mindenütt. Legyen vörös, vagy bármilyen lepelben. A zsarnokság, zsarnokság mindenütt. Embertelen, gyalázatos, kegyetlen. A zsarnokságot tűrni nem lehet. A polgármesteri hivatalnál található emléktáblánál Dobai Béla mondott emlékbeszédet. Ez évben, mint ismeretes, 11-szer hajtunk fejet a kommunista diktatúra magyar és nem magyar áldozatai előtt. Megrendülten gondolunk arra a 100 milliónyi különböző nemzetiségű férfira és nőre, akiknek egy-egy szörnyszülött lenini-sztálini rezsim okozta a vesztét. Eszünkbe jut, bár itt csak néhány konkrétumot említek, hogy a gátlástalan bolsevista önkény a Szovjetunióban 20 millió, Kínában 65 millió, Vietnamban 1 millió, Észak-Koreában és Kambodzsában 2-2 millió, Kelet-Közép-Európában 1 millió ártatlan ember haláláért felelős. Az áldozatokért Telenkó Miklós atya mondott imát. A terrornak a sokszínűségét, sokfajtáját mindig látjuk, hanem kérjük a mindenható Istent, hogy ne legyen terror, ne legyenek áldozatok. Bármilyen színű az, ne legyen igazságtalan halál, hiszen az élet ura bennünket boldogságra, üdvösségre hívott. A kommunista diktatúra áldozatainak emléktáblájánál koszorúkat helyeztek el a résztvevők a megemlékezés zárásaként. Egy hónapja üzemel a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark legutóbb átadott hóágyúzott sípályája. A sísport szerelmesei kiváló terepen csúszhatnak le a 600 méter hosszú, fekete, piros és kék szakaszokból álló pályán. A tervek szerint, ha az időjárás is engedi, március közepéig használhatják ezt a jó minőségű sípályát a síelni vágyók. Legalább egy hónapja elmondhatjuk, hogy a Sátoraljaújhelyi magashegyre látogató síelők egyfajta síparadicsomba érkeznek, hiszen ez a hely télen, nyáron kiváló minőségű síterepet biztosít a síelők számára. Azt gondolom, hogy jól sikerült a bemutatkozásunk, bár egy picit későn, hiszen szerettünk volna december elején nyitni. Az időjárás úgy volt kegyes hozzánk, hogy január közepén tudtunk elkezdeni a hóágyúzást, és bizony némi technikai malőr után be kellett szereznünk egy új hótömörítőgépet, amivel a pályát karban tudjuk tartani, és azt gondolom, hogy abszolút megérte a pénzét, hiszen a vendégektől kapott visszajelzések alapján nyugodtan mondhatom azt, hogy nagyon jó dicséreteket kapunk a pálya állapotával kapcsolatban. Sokan ausztriai, franciaországi sípályákhoz hasonlítják a sátoraljaújhelyi hóágyúzott sípálya minőségét, amelyet az újonnan beszerzett Rakrak nevű sípálya előkészítőgépnek köszönhetnek. Az előző kis Ratrakhoz képest az ereje a duplája, 350 lóerős motor van benne, az a úgynevezett frézer, amit húz maga után, amivel a karban tartja a havat, az sokkal jobb teljesítmény, egy modernebb. Ezzel a technikával kiváló minőségű pályát képesek előkészíteni a síelésre. A friss Ratrak nyomon, ahogy jöttünk le, mindig azt szeretem reggel elsőként összekócolni, az egy sízőknek az egy ilyen különleges élményt nyújt, és egész nap folyamán tökéletes volt, tehát nem puhult fel, porszik, nagyon jó a minősége. Reggel 9 órától üzemelnek a felvonók, délután 16 óráig, hétvégén pedig minden éjjel karban tartják a sípályát. Ahogy látszik az előrejelzésekből, február utolsó hétvégén biztosan nyitva leszünk, szerintem március első hétvégén biztosan nyitva leszünk, és bízom benne, hogy a március 15-i hosszú hétvégét is meg tudnánk tartani, mert ez nagyon szép zárása lenne a szezonnak, hogyha akkor még egy jó állapotban lévő, jó karbantartott pályára tudnánk várni a vendégeket. A Madridból ide látogató idegenforgalmi szakember is jó véleménnyel van a Sátoraljaújhelyi magashegyi beruházásról. I find it extremely interesting because ez a régió nemzetközileg más dolgokról ismert, nem a síelésről. Így ez a sok erőfeszítés és munka, amit ebbe a sícentrumba fektettek, nagyon érdekessé teszi a régiót, mert mostantól nem csak a borról lesz ismert, hanem egy olyan hely lesz, ami lehetőséget kínál arra, hogy az emberek síeljenek. Ezt nagyon jó ötletnek tartom.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a megye munkáltatóinak megfelelő információkat nyújtson fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. A kormányhivatal munkaügyi központja szervezésében kistérségi munkáltatói fórumok keretében tájékoztatják a térségi vállalkozásokat, munkaadókat a 2012. évi munkahelyek megtartását elősegítő támogatásokról, a foglalkoztatás bővítő, új munkahelyek létrehozását segítő lehetőségekről, az aktuális foglalkoztatást érintő változtatásokról. A megyében ma negyedikként Sárospatakon rendezték meg azt a munkáltatói fórumot, melynek keretében a munkáltatói szféra képviselőit tájékoztatták a foglalkoztatást bővítő, új munkahelyek létrehozását segítő lehetőségekről. A Nemzeti Adó és Vámhivatal, a Munkavédelmi Felügyelőség, valamint a Munkaügyi Központ saját szakemberei tartanak 4 előadást, nevezetesen a bérkompenzáció, illetve ennek az ellenőrzése, valamint az általunk meghirdetett munkahely teremtő beruházások támogatása, valamint az általunk működtetett és elérhető foglalkoztatást bővítő bértámogatásoknak a témájában. A fórum szervezői arra számítanak, hogy azokat a munkáltatókat, amelyeknek van piaci lehetősége, arra ösztönözzék, hogy az itt bemutatott támogatási lehetőségekkel éljenek, és ezeknek a segítségével próbálják bővíteni a munkahelyek számát. Ez az egyik célja a dolognak. Másfél, mivel ilyen hátrányos helyzetű térségben vagyunk, és ez sajnos erre a keleti ország részre jellemző, indokolt, és továbbra is fenntartjuk a közfoglalkoztatásnak a formáját. A Sárospataki kistérségben 45 projektszerű közfoglalkoztatási programot fognak megvalósítani ebben az évben, amely körülbelül 1200-1300 embernek a foglalkoztatását fogja megoldani és lehetővé tenni. Ehhez még nyilván a mi projektjeinkhez még kapcsolódnak országos közfoglalkoztatási programok, illetve helyi egyéb szociális földprogram és más speciális programok is. A fórumon szó volt a bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezményekről. A bérkompenzációhoz kapcsolódó adókedvezmény ugye ez a nettó bérek értékének megőrzését célzó adókedvezmény, amelyet a munkáltatók vehetnek igénybe. Abban az esetben, hogyha végrehajtották az elvárt béremelést. Ezt a 08-as bevallás magánszemélyekhez köthető űrlapján lehet feltüntetni, és lehet ezzel a kedvezménnyel élni. Szó volt még az egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezményekről is. Új kártyaként jelent meg a Start bónusz kártya, ami 27%-os adókedvezménnyel támogatja a gyesről, gyedről visszatérő kismamák foglalkoztatását, illetve a tartósan álláskereső személyek munkavállalási lehetőségeit, illetve az őket foglalkoztató munkáltatók részére költségcsökkenést eredményez. A megváltozott munkaképességű személyek vonatkozásában január 1-től életbe lépett egy új rehabilitációs kártya, amely kedvezmény biztosít azon munkáltatók részére, akik a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatják. És amit még láthatnak híradónk hátralévő részében. Több előadásból álló rendezvénysorozat a drogmegelőzésről a Sátoraljaújhelyi Keriben. Torkos csütörtök Sárospatakon. Jókai prózamondó verseny Sátoraljaújhelyen. A drogprevenció, vagyis a megelőzés is helyet kap az egészségre nevelés az 5. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában című programban. A diákok figyelmét szakemberek hívták fel több előadásból álló sorozat keretében a droghasználat veszélyeire és büntetőjogi következményeire. Újabb állomásához érkezett a Keri egészségre nevelési programja.
miután igazoltan is az egyik legveszélyeztetettebb korosztálynak a középiskolások számítanak, így az események sorában helyet kapott a drogprevenció is. A TAMOP 6.1.2-es egészségre nevelés az 5. István Katolikus Közgazdaság és Informatikai Szakközépiskolában programban valósul meg. 6 év folyamon 6x2 órában hallgathatják a diákok a drogprevenciós előadásokat. A fiatalok szabadabb mozgásából adódóan könnyebben áldozatai lehetnek a drogterjesztőknek. Az iskolák környékén vagy a diszkókban egyaránt utolérhetik őket a drogárusok. Azonban a drogfogyasztásnak nem csak egészségügyi, de jogi következményei is lehetnek. Erre is felhívja a szakember a diákok figyelmét. Úgy építem fel az előadást, hogy először a törvény szigorát próbálom a gyerekeknek elmondani, pontosan azért, mert felmerül a kérdés, hogy ezzel azért ad egy lehetőséget, hogy ugye megtanulják, hogy mi mire jó, hogy visszatartsa őket, és mindig azt szoktam elmondani, hogy arra gondoljanak, hogy ugye ha ő olyan helyzetbe kerül, hogy beleesik egy ilyen drogfogyasztásba, hogy milyen gondot okozhat magának, a szüleinek és a környezetének. A számtalan fajta drogok közül is megvannak azok, melyek legjobban veszélyeztetik a fiatalokat. A legveszélyesebb most a Gina típusú, vagy névrehallgatószer, amiről ugye a híradásokból is értesültünk, hogy halálesettel járt, tehát egy megfoghatatlan és nagyon nehezen utolérhető drog, tehát gyakorlatilag a fogyasztás után, ugye főleg ha túladagolás van, akkor a légzés megállás, eszméletvesztés, halál. A másik, ami a klasszikus parti drogok, tehát az ecstasy, a speed, illetve az LSD bélyeg, amihez a legkönnyebben hozzá lehet jutni. Az iskola vezetése elsődlegesnek tartja a prevenciót, azt, hogy még ideje korán szakember hívja fel a diákok figyelmét a droghasználat veszélyére. Ezért is illesztette bele a drogprevenciót az egészségnevelési programba. Sajnos ugye olyan szerek vannak, olyan szintetikus anyagok, melyek számunkra, és talán még egyes szakemberek számára is ismeretlenek. Olyan dolgokat hall és olvas az ember ugye a különböző médiumokban, amire föl kell előre hívni a diákok figyelmét, mik azok a veszélyforrások, ha nem is akarják, de belekeveredhetnek ártatlanul vagy akaratlanul is bizonyos dolgokba. Tehát azért fontos, hogy előre megyünk, és előre fölhívja egy szakember, egy képzett szakember ezekre a veszélyekre a diákok figyelmét. A tanulók az előadásokból megismerhetik a drogok típusait, káros hatásaikat és azt, hogy kik számítanak a legveszélyeztetettebbeknek az életkori vagy szociális háttérből adódóan. Negyedik alkalommal csatlakozott a 7 éve útjára indított országos akcióhoz, a Torkos Csütörtökhöz a Sárospataki Maghetes étterem. Az önkormányzati fenntartású intézmény ügyvezetője elmondta, számukra is különlegesség a közétkeztetési feladatok mellett részt venni egy ilyen akcióban, és ráadásul bizonyíthatnak a pataki lakosoknak is. Már 7. éve rendezik meg hazánkban a Magyar Turizmus ZRT felhívására a Torkos Csütörtök nevű akciót. A cél, hogy minél több ember járjon étterembe. Sárospatakon a városi fenntartású Maghetes étterem már negyedszer csatlakozott az akcióhoz. Úgy tűnik, hogy a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. És az általa üzemeltetett Maghetes étteremben már hagyományá válik, hogy csatlakozunk a Turizmus RT által meghirdetett akcióhoz, a Torkos Csütörtök akcióhoz. Helyben további pluszt is biztosítottak, az ebéd is kedvezményes volt. Délben a szokásos menüt 50%-os árkedvezménnyel szolgáljuk, illetve mindenki magának szolgálja a gyors éttermünkhez méltóan, és este vacsorára különleges ételeket ajánljuk a hétköznapokban hozzánk ellátogató vendégeknek. A tapasztalatok szerint egyre többen járnak étterembe. Az első évben látványosabban újabb vendégeink jöttek a Torkos Csütörtök akció kerete után. A további években szintén tapasztalható volt a Torkos Csütörtök hagyományai után, hogy újabb vendégek csatlakoztak a hétköznapokban a déli menüt fogyasztani. A Maghetes számára kihívást és érdekességet is jelent a Torkos Csütörtök. A személyzetnek egy különleges megpróbáltatás. Ugyanis
A hétköznapokban az 1500-1800 adag étel esetében elmondhatjuk, hogy ételgyártás történik. Ebben az esetben, amikor étel különlegességeket készítenek, sütnek, főznek, ez egy külön megpróbáltatás, és ezzel is szeretnénk bizonyítani, hogy a sárospataki emberekért dolgozunk. Mivel jól sikerült az idei rendezvény is, várhatóan jövőre is torkoskodhatunk majd a Maghetes étteremben. Nagyszabású jókai prózamondó versenyt rendezett a Sátoraljaújhelyi Jókai Mór általános iskola. A vetélkedés részét képezte a 22. Jókai Napok programsorozatnak. Az eseményre valamennyi alapfokú oktatási intézménytől érkeztek diákok. Sátoraljaújhely általános iskoláiból érkeztek versenyzők a Jókai Mór tagintézmény által meghirdetett jókai prózamondó versenyre. A diákoknak az író valamelyik kötetéből kellett kiválasztaniuk egy körülbelül két oldal hosszúságú idézetet, s ezt a zsűri előtt elmondaniuk. A Közhívő ember fiaiból választottam prózát, és szeretném kipróbálni magam, azért jöttem el. Jókai Mórtól választottam a 20 beteg látogatókat. A szöveg az elején nehézkesen ment, de ahogy a végére jutottam, már úgy jobban feloldódtam, és könnyebben tudtam megtanulni. A versenynek központi szerepe van a Jókai Mór tagintézményben, annak, hogy a gyerekek prózamondó versennyel köszöntsék a nagymesemondót, Jókai Mórt. Az ő művein keresztül a gyerekek megismerhetik az ő belső stílusát, lelki világát, és megismerik azt a kort, amelyikben ő élt, a reformkorban. Általában az ismerte prózák közül válogatnak a gyerekek, az Aranyember, a kedvenc, a legkedvesebb regénye Jókainak, amelyet mintegy 8-7 alatt írt meg Balatonfüredi villájában. Emellett részletek voltak hallhatóak a Kőszívű ember fiaiból, a Domokosokból, novelláiból, a Sárga Rózsa című kisregényéből, de kedvelt volt a diákok körében a Kárpáti Zoltán, de az Egy magyarnál Bob is. Én mindig a tanítványaimmal együtt keresem ki a részleteket Jókai egy-egy regényéből. Általában a prózamondó versenyen az a jó, ha kevesebb az elbeszélő rész, és sokkal nagyobb méretben a párbeszéd, a dialógus szerepel. Mindig fontos, hogy a pedagógus észrevegye, lássa, hogy egy-egy gyerek egyéniségének melyik próza felel meg. A gyerekek előadását független zsűri értékelte. Természetesen a szöveghűség az egyik legfontosabb, a másik pedig, hogy jól ragadják meg a kor szellemét, amelyben Jókai élt és alkotott. Jókaitól nagyon sokat, hiszen ő a 19. század legnagyobb prózaírója, másrészt pedig a nyelvi sokszínűségnek lehetnek tanulja egy-egy ilyen prózai szöveg megtanulása során. A versenyen az 5.-6. osztályos korcsoportból 20 diák vett részt, míg a 7.-8. osztályos korcsoportban 8 tanuló mérettette meg magát. Most pedig a híradónk végén nézzük meg még egyszer legfontosabb híreinket. Városi megemlékezést tartott Sátoraljaújhely önkormányzata a kommunizmus áldozatai emléknapján. Ma Sárospatakon városi ünnepség keretében emlékeztek a kommunizmus áldozataira. Sátoraljaújhelyen hétköznapokon is folyamatosan kezelik a hóágyúzott kettes sípáját. Munkáltatói fórum zajlott Sárospatakon a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal szervezésében. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió február 24-i pénteki adását látták. Híradunkat megtekinthetik a Zemplén Televízió honlapján is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom Önöket holnap is. Viszontlátásra!